A pedagógus elismeréseket Cserna Gábor polgármester adta át. Térségünkben is találtak holttesteket a múlt hét közepén elsüllyedt hableány hajó utasai közül. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. Ahogyan már megszokhatták, pénteki híradónkban a hét legfontosabb rendőrségi híreivel jelentkezünk. Csepei Balázs, rendőrszázados, a Fejér megyei rendőrfőkapitányság kommunikációs referense foglalta össze televíziónknak az elmúlt napok eseményeit, amelyek környékünkön történtek. Előszálláson a Balatoni úton intézkedtek munkatársaim június 1-én délelőtt egy személygépkocsit vezető sofőrrel, akinél az alkoholszonda ittasságot jelzett. A kisszentmiklósi lakost a körzeti megbízottak elfogták, és további mintavételre a Dunai Városi Rendőrkapitányságra előállították. A férfi vezetői engedélyt a rendőrök nem tudták elvenni, mivel őt korábban a Paksi és a Dunai Városi Rejárás Bíróság is járművezetéstől eltiltotta. A járművezetés az eltiltás hatálya alatt szabálysértés elkövetése miatt a férfit őrizetbe vették és büntető fejlentést is tettek ellene. A Dunai Városi Körzeti Megbízott Mezőfalván állította meg még másodikán reggel az autójával közlekedő 48 éves nagyvenyémi férfit, aki nem tartotta magánál a vezetői engedélyét, és semmilyen más módon nem tudta igazolni magát. A személyes adatait részletesen elmondta a rendőrnek, aki ezt ellenőrizte, és mivel valósnak bizonyult, ezért helyszíni bírságot szabott ki. A férfi arcképes ellenőrzése során azonban egyből megállapítást nyert, hogy a bemondott adatok nem felelnek meg a valóságnak. A sofőr pedig elmondta, hogy a bediktált adatok a testvére személyes adatai, és azért nem adta meg a sajátját, mivel neki nincs érvényes vezetői engedélye. Ruhájának átvizsgálásakor előkerült a személyi igazolványa is. A férfit elfogták és előállították a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást és szabálysértési eljárást is kezdeményeztek vele szemben a rendőrök. A járőrök június 3-án délelőtt Mezőfalván József Nádor utcában intézkedtek egy 39 éves helyi lakossal, amelynek során megállapították, hogy a férfinek a körözését rendelték el egy szabálysértési elzárás miatt. A férfit a munkatársaim elfogták, a mezőfalvai rendőrösre előállították, majd a helyi postahivatalba kísérték, ahol a férfi az elmaradt bírságot befizette. Térségünkben is találtak holttesteket a múlt hét közepén elsüllyedt hableány hajó utasai közül. Kulcson és Hartán kiemeltek egy-egy halottat, most pedig már személykereső kutyákat is bevetnek a sikeres kutatás érdekében. Erről tartott sajtótájékoztatót Jackovics Péter, a katasztrófavédelem veszélyhelyzet kezelési főosztály vezetője városunkban pénteken. Szolnokról és Miskolcról érkezett egy-egy mentőcsapat, hogy kiképzett kutyáikkal segítsék a Dunai hajóbaleset áldozatainak felkutatását Dunajváros térségében. Szolnokról az Életjel mentőcsoport, Miskolcról pedig a Spider mentőcsoport csatlakozott a felderítéshez. Azon önkéntes mentőszervezetek csatlakoztak most a hajóbalesetek áldozatainak felkutatására, akik az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködésben állnak, és ilyen különleges mentési helyzetekben rendelkeznek elhunyt halott felkutatásával, olyan speciális mentőkutyákkal, akik több évtized munkája által kutyavezetővel bevonható ilyen keresésre. Ezen mentőszervezetek nemzeti minősítetéssel rendelkeznek. A ma reggeli információk szerint még 9 áldozat holttestét keresik a mentőcsapatok. Most Dunajvárosnál indult útnak az erősítés, ez lesz a központ a szakasz felderítésénél. 9. nap után Budapesttől ideáig, Dunaújvárosig és egészen határig folyamatosan zajlik a baleset óta a kutatáskeresés. Munkatársaink 24 órában a nap minden percében végzik együtt a hivatásosok, hivatásra együttműködőkkel, és azért itt, mert itt volt több bejelentés, és itt szeretnénk a korai mentőcsapatot támogatni ezzel a kutyáskereséssel, a vízimentő szervezetek bevonásával, hogy csónakból tudjanak akár felderítést végezni. A folyó két oldalát fogják átnézni, egymást megerősítve próbálják felkutatni az áldozatokat. A szolnakiak egy, a miskolciak 3 személykereső, elhunyt személyek felkutatására kiképzett, már több bevetésen is bizonyított kutyával érkeztek. 3 mentőcsónakkal végzik a keresést, mindegyikben a koreai különleges mentőcsapat is képviseli magát. Igazából a mentőcsoportnak az egyik fő szakterülete ez a vízbe fúrt keresés. Tulajdonképpen itt láttuk, hogy mekkora vízfelületről van szó, és itt akármennyi ember, kutya kevés lenne, tehát itt mindenféleképp az áldozatok előkerítése a legfontosabb, és itt a kutyáknak az érzékszervei azok, akik el tudják az dönteni, hogy az uszadékban van-e test, vagy nincs test. Tehát ezt az érzékszervét tudjuk használni. A
A kutyák szaglása nem ér véget a szárazföldön, hanem bizony az alacsony csónakból kihajolva is éreznek. A víz felszínén felgyülemlett hajszálak, zsírmolekulák, bélgázok összességét érzékelik a kutyák, ekkor küldik a jelzést a gazdáiknak. Ha az egyik kutya jelez, egy másikkal is megnézetik a helyet megerősítésként. Miskolcról ketten érkeztünk, három kutyával, mivel a kutyákat 3 óránként váltani kell, mert itt molekuláris szaglásról van szó, tehát nagyon komolyan kell koncentrálni a víztetejére feljövő molekuláris szagokra, illetve Szolnokról az Életjeltől érkezett egy kutyás kollega, akikkel már régóta együtt dolgozunk. A kutatást megállás nélkül mindaddig végzik, míg meg nem találják valamennyi a balesetben elhunyt áldozat holttestét. Dunajváros megyei jogúváros közgyűlése által alapított pedagógus díjak, a Dunajváros érdemes pedagógusa, a Dunajváros oktatás ügyéért díj, valamint a pedagógus életpályáért és emlékérem ünnepélyes átadására került ma sor a polgármesteri hivatalban, ahol az elismeréseket Cserna Gábor polgármester adta át. Marucs Bencének, a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tehetségének színvonalas gitárjátékával kezdődött a pedagógusok díjazása a Városháza dísztermében pénteken. Ezt követően Cserna Gábor polgármester úr mondott ünnepi beszédet. Nem saját tapasztalatom, nem csak saját tapasztalatom az, hogyha azt mondom, és az országosan más helyen dolgozó pedagógusok más településekről mondják, hogy csoda, csoda az, amit a dunajvárosi óvónők, óvodapedagógusok, tanítónők, tanárok, szakoktatók tesznek. Az önkormányzati elismerések átadása előtt dísz oklevelet nyújtottak át két pedagógus részére. Gundaker Ferencnének, aki 50 éve szerezte meg óvónői oklevelét a Kecskeméti Óvónóképzőintézetben, és nagy hivatástudattal végezte pedagógiai tevékenységét. Ennek elismeréséül átvette aranyoklevelét Cserna Gábor polgármester úrtól. Külön öröm, hogy tavaly a nagyországos kitüntetést Apáczai Csere János díjat vettem át a tavalyi pedagógus napon június 1-én, és rá egy hétre, június 8-án ugyanitt ezen a helyszínen Dunajváros polgármesterétől átvettem az életpálya emlékérmet. Vasoklevelet kapott Snemilich Rezsőné, aki 65 évvel ezelőtt szerezte meg tanári oklevelét a szegedi Juhász Gyula pedagógus képzőkaron. Hivatástudata és pedagógiai tevékenysége példaértékkel bír. Ennek elismeréseként vehette át Cserna Gábor polgármester úrtól a nem mindennapi díjat. Számítani azért számítottam, mert értesítettek a szegedi főiskoláról. 40 évet töltöttem el, de talán még egy kicsit többet is, és aztán mentem el nyugdíjba először. Másodszorra már a kórházból mentem nyugdíjba, mert ott 7,5-8 évet úgynevezett gyógytornászként dolgoztam. A Dunajváros érdemes pedagógusa díjat Garai Zsuzsanna és Polányiné Boldog Katalin Márta kapta ebben az évben. Imádok tanítani, nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket, minden nap boldogan, mosolyogva megyek be az iskolába, és tényleg mondhatom, hogy második otthonom, családom után a második otthonomnak és családomnak tekintem az iskolát. A város vezetése a Dunajváros oktatásügyért díjat Pap Sándornénak és Kuruc Leki Erzsébetnek, valamint Kovács Piroskának adományozta. Tisztában vagyok vele, hogy ez általában pedagógusnak jár, tehát ezt nagyon nagy megtisztelőnek, megtiszteltetésnek érzem, hogy ebbe részesülhettem, és úgy ítélték, és úgy dolgoztam, hogy ezt én megérdemeltem. A pedagógus életpályáért emlékérem díja többen is megkapták, így Fehér Teréz, Ambrusné Király Márta, Lejberné Sütő Kornélia, Siket István Lajosné, Sziklai Istvánné, Szabóné Galambosi Lívia, Tomasek Attila Árpádné, Rozmanicsné, Takács Julianna, Medve Ilona Mária, Oláni Utasi Erzsébet, Borunc Márta, Kardos Ágnes, Keiszler Szilvia, Dobra László, Márkliné, Huszárik Mária, Sári Józsefné, Ácsné, Tóth Erika, Dunai Zsolt Illésné, Maletán Szabó Katalin, Patain Mária Zsuzsanna és Páger László. Az ünnepség állófogadással zárult, ahol Gombos István humánügyekért felelős alpolgármester úr mondott pohárköszöntőt.
Sorsfordító címmel városunkban is megtekinthető az a vándorkiállítás, amely a magyar paraszti társadalom tragikus felszámolását az 1945 és 1962 közötti időszakot mutatja be. A tárlatot csütörtökön nyitották meg az Intercisa Múzeumban. Ez a 45 és 62 közötti idő, ha belegondolunk, ez összesen másfél évtized. Ez az emberek életében egy nagyon-nagyon röpke idő. Azonban az akkori kádári diktatúrának ez a 15 év mégis elég volt ahhoz, hogy erőszakkal, ahogy igazgató úr mondta, felszámolják a paraszti gazdaságokat. Így a parasztok gyakorlatilag elvesztették az évszázadok alapján kialakult, évszázadok alatt kialakult életmódjukat, kulturájukat, szokásaikat. Az úgynevezett kollektivizálásról beszélt Cserna Gábor polgármester a Sorsfordító című vándorkiállítás megnyitóján az Intercisa Múzeumban, amely egy tragikus, a kommunista diktatúra alatt elhallgatott időszakát mutatja be a magyarság 1945 és 1962 között eltelt másfél évtizedének. A kiállítás az 1945-tel indul, és 60-as évek közepéig veszi végig ezeket az éveket. A hangsúlyos pont egyrészt a földreform 1945-ben, amit mi itt a kiállítás összeállításakor a lopakodó szovjetizálásnak az első elemeként tárgyalunk. Tudnélik, ez az első olyan frontális támadás a magántulajdon ellen, ami nem pusztán a nagybirtokot, illetve az egyházi nagybirtokokat érintette, hanem lényegében minden olyan 100 volt feletti birtokot is, amelynek a tulajdonosát úrinak mondták. A parasztok, a földeken gazdálkodók önállóan gondolkodtak, a mindenük volt a föld, és nekik köszönhető, hogy hazánk átvészelte a legnagyobb tragédiáit, például a 18-19. Században. Ám a kommunista hatalom kihúzta a lábuk alól a talajt. Nagyon sokan öngyilkosak lettek, amikor ez megtörténik, és hát ez az erőszakos kollektivizálás, ez maga a szó, hogy erőszakos, én azt mondanám, hogy ez egy brutális volt. Ugyanis nagyon sokan erre nem voltak hajlandók, ezeket utána megkínozták, megverték, különféle tényleg brutális cselekményeket hajtottak végre ellenük, hogy végül is szerencsétlenek aláírták ezeket a szerződéseket. Mint a Cserna Gábor polgármester beszédében elmondta, a kollektivizálás a 20. századi magyar társadalmat ért legnagyobb megrázkódtatás, amely hazánk népességének közel felét érintette, eredményeként a magyar társadalom utolsó önálló egzisztenciával rendelkező társadalmi csoportja a kommunista diktatúra kiszolgáltatottjává lett. A rendszerváltozás után már megnyílt arra a lehetőség, hogy beszélgessünk ilyen témákról, hogy a szülők és a nagyszülők, akik megérték, dédszülők, önöknek mondjuk a dédszülei, megérték ezt az időszakot, nyugodtan elmondják a megélt tapasztalataikat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mi jövőnk ebben a városban, Dunajvárosban egyértelműen az önök kezében van. A fiatalok kezében van. Az önök tudásában, az önök helytállásában. Önöknek tudniuk kell ezekről a megbocsáthatatlan bűnökről. A Nemzeti Emlékezetbizottság az Országgyűlés Hivatalának közgyűjteményi és közművelődési igazgatósága által szervezett vándorkiállítás megnyitójára diákcsoportok is érkeztek a Szabó Magda Református Iskolából. Szakács Ildikó tanárnő fontosnak tartotta, hogy a fiatalok így módon is megismerjék ezt a tragikus időszakot a magyar történelemből. Hát azért, mert én annak idején, amikor 7.-8. osztályos voltam, szinte semmit nem hallottam erről a témáról, és most próbálom a diákjaimnak minél jobban bemutatni ezt a korszakot, és ez nagyon jó dolog, hogy itt helyben van. El tudunk jönni a múzeumba, és akkor nem csak otthon a unalmas óra keretben nézhetik ezt meg, hanem itt is megtapasztalhatják, és arra biztatom őket, hogy kérdezgessék otthon a nagyszülőket, dédszülőket, vannak olyanok, akiknek vannak ilyen kapcsolódásaik, akik faluról jöttek. Ezt a vándorkiállítást június 30-áig lehet megtekinteni az Intercisa Múzeumban. A labdabanda is évet zárt csütörtökön a sportcsarnokban. Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségre tett szert a most már 7. éve működő egyesület, akikhez szinte minden helyi óvoda csatlakozott. A készségfejlesztő labdás foglalkozások olyannyira hasznosnak bizonyultak, hogy sok gyermek, aki jövőre iskolába megy, már a Dunajvárosi Kohász Kézilabda Akadémián folytatja edzését.
Gyerekerobikkal indult a Labdabanda Egyesület évzáró foglalkozása a Dunaújvárosi Sportcsarnokban. A 7 évvel ezelőtt útjára indult program részeként több száz óvodást mozgatnak meg játékos formában, Orsó Ferling Bernadett és Gáspár Gabriella irányításával. Mi egy olyan komplex képzést adunk a gyerekeknek, amilyen koordinációs, képesség, készségfejlesztés, tehát hogy iskolás korra bármilyen sportágat választhassanak, mert egy alapképzést megkapnak tőlünk. 4 és 7 éves korú gyerekeknek tartjuk ezt, és hát reméljük idén is olyan sikeres lesz, mint eddig 7 éve mindig. Nagyon fontos, hogy megszeressék a sportot, és pontosan azért nem is akartunk kimondottan egy sportággal foglalkozni, hogy úgy általánosságban szeressenek meg sportolni és mozogni, mert akkor nagy valószínűséggel azért ez az életük része lesz, legalábbis nagyon bízunk benne. És ami még nagyon érdekes, hogy a szülőket is beszokta vonzani, vagy beszokta szippantani ez az egész közösség, hiszen ha már a gyerek sportol, akkor ők sem akarnak ebből lemaradni. A labdás mozgásfejlesztő program iránt hatalmas az érdeklődés, mind a gyermekek, mind pedig a szülők részéről. Szoktunk labdázni, egymásnak dobálni feladatokat, nagyon jó. Jászmin 5 éves kora óta jár labdabandára, mi a napsugárobodába járunk. Igazából előtte is nagyon szerette a labdás dolgokat, és ezért a labdajátékokat, ezért gondoltuk, hogy jó lenne neki ez a kis plusz foglalkozás. Nagyon sokat szeret akár vízben, akár a szabad levegő labdázni, és én úgy vettem észre, hogy elég sok dolgot észrevettem a mozgásában, ami úgy jó irányba alakult. Mozgáskoordinációba, jobb a labdafogása, könnyebben elkapja a labdát, tehát tényleg nagyon jó szerintem. Stankovics László önkormányzati képviselő már a Labdabanda 2012-es megalakulása óta kiemelten figyeli az egyesület munkáját. Van, aki még a felindíték, abba hagyták a sportot, akkor beszéltünk el és határoztuk el, hogy a legkisebbeket, az óvodásokat fogják tanítani, és őket fogják segíteni a sporthoz. Először a Békeváros részben 3 óvodában volt a kezdeti akció, és azt úgy néz ki, hogy talán bővül, és szeretném, ha ez már bővülne, és egész városra kiterjedne ez a labdabanda. Nagyon fontos számunkra, ugye, mint a Nemzet Sportvásárnak, nagyon fontos számunkra, hogy a sportot időben játékszerűen kezdjék el, tehát ne legyen kényszer nekik, hanem így, mint ahogy itt is látszik, csak játékként vegyék, és reménykedjünk szerint, hogy ezekből fogok kikerülni a jövő sportolói. A labdabanda idei évzárójukhoz egy jótékonysági akciót is kapcsoltak, a Bátor tábornak gyűjtöttek adományt közösen a szülőkkel. Következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. A pedagógus elismeréseket Cserna Gábor polgármester adta át. Térségünkben is találtak holttesteket a múlt hét közepén elsüllyedt hableány hajó utasai közül. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, most időjárás jelentéssel folytatjuk majd Hír Plusz című műsorunkban. A pedagógus emlékérmek ünnepélyes átadójában nyerhetnek kicsit bővebben bepillantást. Ezt követően pedig Molnár Emese várja önöket a képernyők elé, Kultúrköz című magazin műsorával. És azért, hogy biztosan nem maradjanak le semmiről, anyagainkat visszanézhetik a www.tplusztv.hu weboldalon. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szombaton is folytatódik a napos, meleg idő, de az északkeleti tájakon átmenetileg egy-egy futó zápor, esetleg zivatar kialakulhat. A Dunántúlon egy érintőleges hidegfront miatt megélénkül, megerősödik az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 29 fokot mérhetünk. Vasárnap is sok napsütésre számíthatunk, de néhol egy-egy futó zápor, esetleg gyenge zivatar előfordulhat. Keleten élénk, északkeleten néhol erős lehet az északi északkeleti szél, délután 29 fokra van kilátás. Hétfőn és kedden is túlnyomóan napos, nyári időre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. Többfelé élénk lehet a keleti, délkeleti szél, egyre nagyobb területen emelkedhet 30 fok fölé a hőmérséklet a délutáni órákra. Szerdán és csütörtökön már 32-33 fok is lehet, mivel a hosszú hétvégén igazi nyári strandidő lesz, használják ki és készítsenek képeket az első igazi nyári hétvégéjükről. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!
készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.